éves, óriás gyík. Mosolygó és álmélkodó gyermekarcok, pózoló kisfiú egy kígyóval, mindez része volt annak a Varázslatos Természet című kiállításnak, amely pókok és kisállatok kivételes tárházát mutatta meg a látogatóknak a Gárdonyi Géza művelődési házban. Németh János Károly gyermekkori álmát valósította meg a különleges gyűjteménnyel. Gyerekkordul kezdődik, amikor ugye a gyerekekkel 86-ban, az igazán régen volt, kifutottunk a mezőre focizni, és megláttunk egy zöld gyíkot, hogy merre szarad, és én valami belső indítatást éreztem belül, hogy én nekem ezt a gyíkot meg kell fogni, és ott van a édesapám, meg a nagyszüleim, vidéken laktunk, Dunavarsány környékén, Pesttől nem messze, kimentünk focizni a srácokkal annak idején a régi szép időkbe, és kettő gyíkot megfogtam, és rendesen boldog voltam, hogy megfogtam ezt a két mezei gyíkot. Fontos kérdés, hogy miként lehet fejleszteni egy ilyen gyűjteményt, de a szakmai berkekben jól ismert gyűjtő, Németh János Károly ezt is sikeresen megoldja. A mai világ az internet világáról szól, hiszen már lassan mindenkinek a világon a zsebébe van az okostelefon, és vannak hobbiállatgyűjtők, akkor vannak hobbiállattenyésztők Budapesten bőven, és vannak egyes hobbiállattenyésztő expók, akkor vannak propagandák plázába, amik így kipakolnak, akkor vannak expók, akkor vannak hasonló interneten föltett portálok, akik eladják, valaki ajándékba kapja, és ez a valaki ajándékba kapja, nem biztos, hogy tudja róla gondoskodni. Ott jártunk, ott gyorsan kiderült, hogy a szülők gondoskodó szeretettel kísérték gyermekeiket, hogy megismerhessék a különböző eddig soha nem látott pókokat és kisállatokat, ami bizonyosan nagy élmény volt minden korosztálynak.